Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Száz Zoltán volnék. Annyi megemlítette nekem, hogy még mielőtt belevágnánk ebbe a hatalmas nagy Nila történet videóba, először is említsük meg, meséljük el, mondjuk el nektek, hogy egyáltalán milyen egy napi rutin a boxban. Úgyhogy átadnám Hajnalkának a szót. Igen, úgy gondoltuk, hogy azért ez is egy olyan téma, ami sokatokat érdekelhet. Úgyhogy akkor elmesélnénk, hogy Nilával együtt a mi hármunk napja hogy telt a boxban. Ugye reggel 5:30 volt nálunk Nilával a kis ébresztőnk. Jó korán, ugye? Igen. Ilyenkor, amikor mi felébredtünk, ugye elpakoltuk, amin anya aludt, a matracot, felállítottuk vissza a fal mellé, elraktuk a kis plédet, illetve hát az nem pléd volt, hanem maga egy ágynemű húzat, amit használhattunk ilyenkor magán ugye a matracon, és takaróként is funkcionált, úgyhogy ezeket elpakoltuk, átültem én is Nila mellé a kis székre, és vártuk azt, hogy a nővér mikor jelez, mert ilyenkor kellett először megtennünk az első méréseket, és ugye nagyon is nagy szükség van a szülőre, hiszen ilyenkor ez miatt a nővérnek nem kell bejönnie a boxba, nem kell neki ugyanúgy steril ruhába beöltözni, mert a szülő ott van a gyermek mellett, és megkezdődhetnek az első vizsgálatok. Ugye ilyenkor fel kellett helyeznünk Nila kezére a vérnyomásmérőt, de volt olyan időszak, amikor folyamatosan fent kellett lenni a vérnyomásmérőnek. Itt most ezt az első időszakról beszélünk, amíg ugye nem kezdődött el mondjuk így a transzplantáció. Tehát felraktuk a vérnyomásmérőt a kis kezére, a pulzoximérőt az ujjára, és ugye a nővér kintről elvégezte a vizsgálatot és leírta az eredményeket. Közben nekünk bent, Nila kis hóna alatt bent volt a hőmérő, lázmérő, megmondjuk őszintén, hogy ugye itt már beszéltünk erről is, ugye a lázmérőkről, kétfélét is használtunk, a régi, hagyományos, segíts abban, milyen... Analóg. Milyennek a neve? Mi van benne? Vonalkás, vagy higanyos? Higanyos, igen, bocsánat, a higanyos lázmérőt is, és az elemes lázmérőt is használtuk, hiszen nagyon-nagyon sok esetben nagyon-nagyon számít az, hogy mennyi a kis hőfoka Nilának. Úgyhogy mind a kettőt használtuk, bemondtuk az értékeket, és Nila ráállt a mérlegre, mert minden nap mérlegelni kellett a kis súlyát is. Ugye ez hát megint... Sok esetben ezt szeretném azért kicsit pontosítani, kijavítani, azért nem magától állt rá Nila, hanem ezt mindvégig fogta. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez már segítséggel. Fog jönni majd ugye a transzplantáció, és ott nagyon gyorsan fognak történni, zajlani az események, nagyon rossz irányba, úgyhogy ezért gondoltuk Hajnival, hogy mindenképpen először szeretnénk veletek megosztani azt, hogy mégis mi zajlik, vagyis konkrétan mi történik egy nap a boxban. Igen. Jó? Igen. Ja. Igen. És közben ugye, amikor ezek a vizsgálatok megtörténtek, amikor a nővér ugye végigért a négy boxon, mert amikor mi is bent voltunk, mind a négy box foglalt volt, mind a négy boxban gyermek volt, ugye közben megtörtént a vérvétel is, amihez megmondjuk őszintén mi sokban, tehát nekünk az, tehát Nilának az volt ugye itt a jó érzés, hogy nem szúrták meg minden nap, hanem ott volt a kanül, és ugye szólt a nővér, hogy mikor történik a vérvétel. Nila erre felkészült, mert Nila, ugye elmondtuk nektek, hogy ő azon kis kevés betegek közé tartozik, akik mindent éreztek a kanülön keresztül, és ugye itt a nővér szólt, hogy mikor veszi le a vért, mikor mossa át, megkértük, hogy óvatosan, lassan, és nagyon örültünk neki, mert tiszteletben tartották, és tényleg lassan ment utána a bemosás is. És ugye, megmondom őszintén, nem vagyok benne... Ezért fontos az, bocsánat, mondjam. Én szeretnék egy mondatot mondani, ezért fontos az, hogy megfelelő, empatikus, türelmes nővérek dolgozzanak bent a kórházban. Így van. Ami egyébként sok esetben hiányzik az emberekből. Bocsánat, folytassuk is a történetet. Igen, és ugye még itt azt szerettem volna mondani, hogy abban nem vagyok pontosan biztos, hogy 2 vagy 3 naponta, tehát 48 vagy
72 óránként kellett bejönniük, és bent is áttisztítani a kanült. Jó, szóval a nővérek pedig tudták azt, hogy milyen időpontonként kellett nekik bejönni, tehát nem minden nap bejöttek, és olyankor ők belülről is megtisztították a kanült, és úgy mosták át. Amikor ezekkel ugye kész voltunk, vártunk egy kicsit, amíg megint csak a nővérek elvégzik minden gyermeknél ezeket a vizsgálatokat, és ugye a másik napi rutin, amit el kellett végezni, és megint csak, ha nincs ott a szülő, akkor ilyenkor nem is tudom, hogy a nővér tényleg hogyan végez a gyermekekkel, a fürdetés következett. Ezért nem igazán értem azt, hogy a legelső nap miért próbálkoztak be nálunk, hogy nem kell szülő. Igazándiból ők csak éjszakára gondolták. Ja, értem. Ja, jó, oké. Hogy éjjelre nem kell, és majd napközben ugye ezeket a dolgokat a szülő. Tehát másnap reggel, hajnali fél hatkor megjön oda a szülő, egészen este 10 óráig. Így van. Értem. Így van. Jó. Szóval kezdődött a fürdetés, ami úgy zajlott, hogy ugye egyszer elmondtuk nektek, hogy mik vannak bent a boxban. Ugye a boxban található bent egy nem kuka, ami lehet, hogy kukának mondtuk, ugye az nem kuka, abban nem szemetet kellett dolgozni, hanem végül is az... kuka. Igen. Hulladék lerakó, hát hogyan kell mondani? Hát szennyes, szennyes tartó. Igen. Szennyes tartó, igen, tényleg. Az. Ugye a lepedőket oda raktad bele. Igen, ugye az ágynemű abba ment. Minden ugye, nap. Így van, így van, ugye ezt minden nap, ezeket, amiket most elmesélünk, ez minden nap így zajlott. Jött a fürdetés, ugye ezt megkérdezte a nővér, hogy hozhatja-e a vizet. Ez úgy történt, hogy steril vízzel kellett fürdetni, Nilát kaptunk, egy liter langyos vizet, amivel ugye tudtunk gazdálkodni. Tehát ez a steril víz, ez nem csak víz? Nem. Olyan, mint a desztillált víz? Igen, tehát ez teljesen egy ilyen műanyag zárt üvegben volt, aminek nem is kupak volt a végén, hanem úgy vágták le. Tehát ezt így megmelegítette a nővérke, és akkor beadta nekünk. Nekünk ugye bent volt egy kis tálunk, fém tálunk. Ugye kaptunk a legelején egy olyan steril fürdetőt, amit bent használhattuk. Ugye ebből tettünk ebbe a vízbe, és hát amíg Nila fel tudott ülni úgy az ágy szélére, akkor úgy történtek ezek a dolgok, amikor pedig teljesen fekvő betegként nem tudott mozdulni, akkor pedig fekvő helyzetben végeztük el ezt a kis napi fürdést. Ennek az volt a lényege, hogy kaptunk hozzá ugyanazt a féle törlőkendőt, mondjuk így. Ezt úgy kell elképzelnetek, hogy ez nem nedves törlő, hát inkább olyan, mint hogyha papíros anyag lenne. Száraz. Nem, hanem tudod, hogy nem rongy, nem is papír, hanem olyan, hát az anyagát akartam mondani. Mm-hmm. Tehát nem olyan az a durva az vécé. Az a henger alakú? Nem. Tudod, így laponként volt, és meg volt, hogy hányat kapunk. Ja. Tudod? Aha. Ugye? Hát a antibakteriális törlőkendő, nem tudom, milyen anyaga volt. Hát, na, a lényeg az, hogy ehhez is megvolt ez a kis rongy, mondjuk így, amihez... Azt is elmondták a legelején, hogy ennek hogyan kell zajlania, tehát bevizeztük, töröltünk egyet, dobtuk szemét, vettük a másikat, megint egy hónaj, mondjuk így, bocsánat, hogy így mondom, törlés, eldobtuk. Következő, másik hónaj, eldobtuk nyakát, testét, tehát minden kis testrészhez, egy-egy ilyen kis törlőt kellett használnunk, ugye úgy, hogy bevizeztük, és ugye utána pedig a másikkal szárazra töröltük. Tehát itt nagyon-nagyon fontos volt a sorrend, hogy fentről lefelé haladjunk a fürdetéssel, és tényleg, tehát nem szabadott az, hogy megtöröltük az arcot, és mentünk lefele, hanem amivel ugye a kis arcát megtöröltük, azt már dobtuk el, hogy még véletlen se semmilyen baktériumot ne vigyünk akár egyik kis testrészről a másikra. Na most nem tudom, hogy más gyermekek milyenek, de ugye azt is tudjátok Niláról, többször elmondtuk már, hogy amikor elmentünk a kórházba, ha csak egy sima,
nem tudom, hétköznapi mezei vizsgálatra mentünk, vagy csak egy vérképtesztre, ahogy hazajöttünk, Milának az volt az első, hogy megtisztálkodjon, lefürödjön, tetőtől talpig, akár hajat mosva is, mert utálta azt, hogyha rajta marad, mondjuk azt, hogy a kórházi szag, vagy igen, a kórházi bármi, ha bármihez hozzáik, nem bírta Lila elviselni, az volt az első neki, hogy lemossa magáról, mondjuk azt, hogy szó szerint a kórházat. Így van. És ezért fontos az, hogy ott van a szülő, mert nyilván azért a gyermek egy szülőnek sokkal jobban átadja magát, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy te mind végig ott bent voltál Nilával. Nem is tudom elképzelni, hogy Nila hogyan tudott volna abba beletörődni, hogy egy vadidegen nővér, igen, vagy bárki hozzányúljon. Így van. Szóval tényleg... Úgyhogy igenis kell a szülő. Igen, és ugye itt Zolival beszéltünk, hogy ugye ezekről nincsenek úgy felvételek, persze, hogy nincsenek felvételek, hiszen ezek tényleg annyira intim dolgok, ugye, amiről ugye nem készült felvétel, arról, hogy hogyan fürdettük Nilát, vagy ez az egész hogyan zajlott. Szóval amikor megvolt a persze fürdetés... Persze sok idióta barom ugye állandóan azt szajkozza, hogy ez az idióta ember, ez mindent lefotózott, lefényképezett, levideózott, még azt is, ahogy a hányt Nila, hát még jó, hogy felvettem, mindent felvettem, sőt a későbbiekben, bocsánat, ezek bizonyítékként szolgálnak. Meg ráadásul ez nem olyan dolog, hogy valaki, mondjuk azt, hogy kimész az utcára, aztán véletlenül rálépett a cipődre, vagy valami, még jó, hogy minden dokumentál az ember, hiszen szó szerint az életeddel játszanak, az életedért küzdesz, és még, tehát, na, hogy mondjam, nálunk ez nem igazán volt opció, ez nem jó kedvből, nem játékból vette fel a másik, hogy a másik éppen rosszul van. Egyszerűen ez, tehát részben muszáj volt ezt csinálni, hiszen itt rákról van szó, főleg úgy, hogy lehet, hogy holnap már nem fogod látni a másikat. És ez nem azt jelenti, hogy mindvégig a másik azon élvezkedett, hogy ja, nézd már, az még kihányja még a belét is, én meg hátradőlve azt fotózom, meg azon élvezkedek. Hát rohadtul nem így történt. Igen, megvoltak azok az X idejű másodperces anyám kinyás videók, és utána nyilván a másik is odarohant, és igyekezett segíteni. De ha ezek a felvételek nincsenek, könyörgöm, az égvilágon semmit nem tudtunk volna bemutatni, sem nektek, sem pedig azoknak a hatalmas nagy ufófejű tudálékos orvosoknak is, amikor számtalanszor olyan eset volt, amikor egy-egy videó felvétel döntötte el azt, hogy szóval ilyen rosszul van, mondták a szülők, hogy hány, de nem gondoltuk volna, hogy ennyire, húha, akkor felírunk gyorsan egy másik gyógyszert. És anyám kínja, tegnap is írt nekem az XY nevüke, vagy 15 e-mailt, hogy milyen rohadék egy ember vagyok, mert azt videóztam, hogy a másik hány. A legelső alkalommal, elnézést kérek, bocsánat, ez kicsikét most kijön belőlem, mert na, Wilms tumor, mindjárt a legelején. Benyomták Nilának azt a hatalmas nagy pumpás kelót. Aztán haza küldtek minket, na cső, hello, sziasztok, visszajöttök 3 nap múlva. Már az első nap telefonáltunk, hogy a gyerek már 5-5-szörre hányt, mióta eljöttünk maguktól. Nem eszik, nem iszik, nem tud mit csinálni, szinte már véres habokat, meg fekete nem tudom mit jönnek ki a gyerekből. Ó, hát ez a kemó vele járója, minden rendben, hát ez természetes dolog. A harmadik nap után, ja, és minden nap telefonáltunk, többször is. Harmadik nap után visszamentünk ugye a másik kemoterápiára, hogy azt is benyomják. Mit mondtam? Jó ég, szülő, hogy néz ki a gyerek? Ki van száradva? Normális? Aki ilyet nem szabad csinálni? Miért nem jöttek azonnal a kórházba? Mondom, a kurva anyádot vagy 20-szor telefonáltunk, ez nem számít? Na pontosan, hogy ezért is jó, hogyha vannak, mondjuk azt, hogy ilyen bizonyíték erejű videók. Elnézést kérek a kitérésért. Igen, ezt szerettem volna én is mondani, hogy nagyon sokszor ezeket a fotókat, felvételeket tényleg az orvosnak mutattuk, mert majd itt fogjátok hallani, hogy hogyan telik egy nap a boxban. Szóval megvolt a fürdetés, ilyenkor minden nap tiszta ágyneműt kellett húzni, amíg tudtuk, ugye addig Nila átcsücsült a székbe, amíg tényleg az ágya át lett húzatolva, de ugye amikor olyan állapotban volt, akkor pedig úgy végeztük ezt az ágynemű áthúzást, hogy Nilát forgatva, tehát fordítottuk egyik oldalára, másik oldalára, és így tényleg, mint fekvőbeteg, így cseréltük az ágyneműjét. És azért is oda mondom, nálunk is volt olyan, visszakanyarodok, elnézést kérek, ne haragudjatok, Pécs gyermekonkológia osztály. Na, ott is volt
nem egy, nem kettő olyan gyermek, akinek a szülei be sem jöttek, még csak látogatóban sem. Ott voltak hagyva azok a gyermekek, azért, mert esetleg valamilyen, mondjuk az, hogy különleges igényeket, nem tudok beszélni, hideges lettem, speciális igényekre... Speciális igényű gyermekek voltak. Így van, vagy egész egyszerűen, hogy mondják ezt, intézet is, vagy nevelő otthonból. Így van. Hozták azokat a gyermekeket, és hát ugye nem foglalkoztak velük. Na most, ott sem jött be ám a nővér fél óránként, óránként, hogy ránézzen a gyermekre. Ott volt a gyerek bekakilva, bepisilva, órákon keresztül. A hajni etette őket. Amiket én vittem kaját, nem csak Nilát etette meg, hanem azokat a gyermekeket is. Azoknak a gyermekek kezébe is adott füzetet, meg ceruzát, és együtt rajzoltak. A kutya nem foglalkozott vele. Még azt a kórházi kosztot sem, azt a hülye csumi ebédet sem vitték be a nővérek. Vagy ha bevitték, oda lebaszták mellé, azt egyed meg, vagy ne egyed meg. Miközben azt se tudja, még a nevét se tudja elmondani a gyerek. De egye meg a kaját. Azt se tudta, hogyan kell, mit tud kibontani a levesről azt a tetőt, vagy a kanalat belemeríteni. És hasonlók, elnézést kérek. Még hogy ne legyen ott a szülő. Na ezért fontos, hogy ott legyen egy szülő. És igenis, akkor az a szülő, az az anyuka, aki ott ül reggeltől estig, vagy estétől reggelig, vagy 24 órában, igenis megérdemelne mondjuk egy kiskaros széket. Vagy egy kisebb fotelt, hogy amikor leül az anyuka egy fél órára, míg a gyermek elalszik, addig az anyuka is mondjuk kicsit ki tudja nyújtoztatni, vagy kicsit megpihenni azon a széken. Vagy a befeszült kis izmait, na, értitek? Igen, szóval... Visszatérünk a boxra, megpróbálunk egy picit megnyugodni. Tehát megtörtént ugye az ágynemű csere, Nila tiszta volt, illatos volt, ugye nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már, de külön engedéllyel apa vásárolt neki parfümöt. Ó, igen, teljesen, tőle, ezt még nem mondtuk, nem. Tehát teljesen új csomagolással, mert Nilának nagyon-nagyon fontosak voltak ugye az illatok, ugye elmondtuk nektek, hogy nem igazán bírja Nila maga a kórház szagát sem, van egy jellegzetes szaga fertőtlenítőktől, mindenektől, és külön engedéllyel apa vásárolhatott neki egy olyan parfümöt, ami úgy volt csomagolva, hogy azt megengedték, hogy Nilához bevigyük. Szóval illatos volt, tiszta volt, tiszta ágyneműben. Ilyenkor ki kellett raknunk a box elé a vizet, ugye ezeket a rongyokat, az ágyneműt, és kaptunk egy felmosót, és bent a boxban a szülőnek kellett takarítani is. Ilyenkor végig töröltük a polcokat, a szekrényeket, a széket, az ágyat, a kis WC-jét, kis mobil WC-jét, a tévét, tehát tényleg mindent, ami a boxon belül található volt, felmosás megtörtént, és így már teljesen tiszta körülmények között volt Nila. Amikor ezek megtörténtek, ezek az események, nem tudom én, hát talán még a délelőtt folyamán, de ugye volt, hogy a kora délután, egy nap egyszer bejött az orvos, ugye őnek is ilyenkor steril ruhába kellett öltözni, és ugye itt is idő volt az, amíg a négy boxba ugyanúgy beöltözve végigmegy, és ilyenkor megmondjuk őszintén, hogy mi már egy kis papírral vártuk az orvost, hiszen egy nap egyszer tudtunk az orvossal beszélni, amikor ő bejött a boxba, hiszen nem mész ki a gyermek mellől a boxból, mert amint kilépsz, már vetkőzöl le. A nővér meg nem jön be, elnézést kérek, jaj Zali, most te kicsit maradjál csöndbe, napi rutinról esik szó. Itt is például volt olyan, ami, igenis kimondom, le volt fényképezve mondjuk egy folt, hiszen ahogy te is mondtad, az orvos egyetlen egyszer jött be. Ha bejött, ha sikerült bejönnie. És utána, hogyha valamit nem kérdeztél meg, nem mutattad meg, nem jött visszám 15 perc múlva a doktor bácsi vagy a doktor néni, a lófasz visszajött másnap, hiszen neki dolga van, bár elnézést kérek, transzplantációs osztályról van szó, négy box üzemel futószalag szerűen. Na most, a négy boxba beköltözik négy gyermek, ugye fejenként egy, hát én nem is tudom, hogy azok az orvosok, akik azon az osztályon dolgoznak, mégis hol dolgoznak,
a nap hátra lévő részében, amikor végignyomják a box időszakot, mondjuk fél óra egy-egy gyereknél. Nem tudom, elnézést kérek, csak már gondolkozok, ugye? De ne fotózzál le, ne videózzál le semmit, ne írjál le semmit a kis cetlidre, amit majd meg tudsz kérdezni az orvostól. És számtalanszor mit kaptunk meg, bármelyik kórházban voltunk? Jó, megint milyen kérdések, hogy mitől? Elnézést kérek, nekem erre nincs időm, megyek a következő pácienshez! Milyen pácienshez? Miért basszus? Miért? Nila lány nem páciens? Elnézést kérek, nem tartozik hozzá a többi beteg közé? Hányszor megkaptuk ezt? Mennem kell a következő beteghez. Nektek is ezt szokták mondani az orvosok? Megyek a következő beteghez. Miért ti nem vagytok akkor betegek? Nem vagytok bent a kórházban? Nem szorultok ellátásra, kezelésre? Segítségre? Vagy ha van egy kérdés anyukának, apukának, hogy válaszoljon rá az orvos? Ez hihetetlen. Mindig ezt mondja. Mennem kell, nincs időm meg a következő páciensre. Elhiszem, biztos valamikor nagyon sokat dolgoznak, biztos, hogy így van, de könyörgök, mindenkinek ezt mondják. És amikor ott van az adott orvos az adott gyermeknél, miért nem tud ráfókuszálni 100%-ban? Igen, na. És itt tényleg úgy képzeljétek el, hogy mivel ilyenkor bejött az orvos is, mivel már hárman tartózkodtunk benne a boxban, meg volt adva, hogy ők azt mondták, hogy ők 10 percnél tovább nem is maradhatnak bent, mert ilyen-olyan, nem tudom én milyen előírásoknak meg kell felelni, és nem lehetnek bent tovább. Ráfogták még a steril levegőre is, hogy elszívják a gyermek elől a levegőt. Na most ebben lehet, hogy van valami, nem tudom, hogy a kép percenként hány köbméter per steril levegő, nem tudom ez hogyan működik, fújja be, de igen, még ezt is megkaptuk egyszer az orvosoktól, hogy na jó van, 10 percen van, aztán ki kell innen jönnöm. Így van. Szóval ezért mondtuk azt, hogy tényleg ez fontos, hogy ha bármi nemű kérdés felmerül a gyermek állapotával kapcsolatban. Na, nem tudok tovább lépni, elnézést kérek. Igen, és akkor mondod, hogy napok óta fáj a gyereknek a feje. Igen. Nem használ az a kis benuron, vagy nem tudom, mit adnak a kórházba, vagy te mit adtál ott benne. Igen, nem használ. Ahol 10 percen van, ki kell innen mennem, jó van, majd ránézünk valamikor. Másnap ugyanúgy visszatérsz erre a kérdésre, másnap se történik semmi. Harmadnap is lejátszátok ugyanezt. Szóval igen? Itt rengeteg idő megy el. Így van. És akkor ne legyél ingerült napról napra, amikor ott vagy a gyermeked mellett, végignézed az ő szenvedését, és nem tudsz neki segíteni. Na, akkor ilyenkor mi a teendő? Tök nyugodt a jaj, doktor úr, legyen kedves adni egy másik gyógyszert, vagy erősebbet? Hát a nagy francokat. Persze, hogy az ember már ingerültebben mondja, hogy doktor úr, ennél nem létezik erősebb gyógyszer? Nem kaphatja többször? Hát akkor majd talán megnézzük, ahogy Zoli is mondja, majd talán másnap visszatérünk arra, meg hogy megbeszélték kollektíve, nem tudom én hány orvos, ja, kell ahhoz. Egy orvos nem tud dönteni, igen. Még ebben se. Összeül a csapat. Így van, na. És akkor elmondják esetleg másnap, hogy hát arra a döntésre jutottunk, hogy most váltanánk. Ha te válaszolsz rá valamit, akkor majd másnapra megint megvitatják. Hát erről van szó, és tényleg így működik. És akkor megkérdezik szegény Nílát, aki fogja a fejét, én nem tudom, ránéz egy gyerekorvos, és nem látja, hogy rosszul van az a gyermek. Nem látja. Megkérdezik Nilát, 10-es skálán mondja el, hogy szerinte... Milyen erős a fájdalma. Most szerintetek most úgy őszintén, felnőttiként is, ha valamit fáj, és tényleg már látható a fájdalom, akkor azt el tudod te mondani? Nem értem. Szóval felnőttként is ezt nehéz meghatározni, hiszen ha fáj, akkor fáj. De egy gyermek most úgy őszintén. Na, visszakanyarodva, csak annyit szeretnék mondani, hogy nem bánom egyetlen egy percét sem, amiket Nilával felvideóztunk. Így van. Nem bánom. Így van. Ha visszamehetnénk az időbe, remélem akkor úgy mennénk vissza az időbe, hogy Nila egészséges, de ha bármilyen okból kifolyólag úgy mennénk vissza az időbe, ugyanúgy megcsinálnám ezeket a felvételeket. Sőt, még többet. Hogy még jobban felfigyeljenek rá a kórházban az orvosok, a nővérek, vagy bárki más, aki Nílát nézte. Igen, tehát amikor az orvos elment, ugye vártuk akkor, hogy esetleg lesz-e valami másfajta kezelés, másfajta gyógyszer,
mi megkértük a nővéreket, mert olyan szülők vagyunk, ha tetszik, ha nem, hogy igenis szeretnénk azt tudni, hogy éppen pont most mi indul el Nílának abban az infúzióban, most milyen antibiotikumot kap, most éppen pont mit fog kapni, mit végeznek el rajta, hiszen te bent vagy a boxban, és még annyit se látsz, mint a másik kórházban, hogy ott van melletted az az állvány, és le tudod róla olvasni, ott sem mondják el, de legalább le tudod olvasni szülőként, hogy éppen pont most fissó, vagy nem tudom én, mi folyik a gyermek mellett. Nem, persze, az orvosok lusták erre, most miért kezdjenek el beszélni a szülővel? Gondolom, az van az orvosokban, hát mi között hozzá, hogy én mit adok be a gyereknek, nem? Maximum te is elmész egy bármilyen műtétre vagy vizsgálatra, kipasszák el ide a 8 oldalas papírt, rá is böknek, hogy ott írd alá, nem kell olvasgatni, írd alá, aztán el a cső, menjünk, csináljuk a dolgunkat. De hogy visszamerjék kérdezni, akkor meg inkább olvasd el. Nem értettél semmit, az meg a te bajod. Na, erről ennyit. Igen, tehát napi rutin, elnézést kérek. Semmi baj, ezek komoly dolgok. Tehát közben ugye Nílának folytak a kezelései, és ezt is nagyon fontos dolog elmondani, és ugye mire ezek a délelőtti orvossal való kontaktok lezárultak, akkor apa megérkezett, mert amint mi felértünk Budapestre, apának az volt az első dolga, hogy ő ott fent Budapesten munkát keressen, hiszen ha hiszitek, hanem illetve biztosak vagyunk benne, hogy elhiszitek, szülőként nektek kell mindent bevinni a kórházba, és nem kis összegbe kerülnek azok a dolgok, ha csak egy kis alapvető WC-papírról van szó, törlőkendőről, ezeknek a megvétele. Ilyen eseteknél csak úgy megsugom, hogy olyan napi tételek ezek többbe kerül, mintha élelmeznéd magatokat. Értitek, mit mondok? Így van. Szóval akkor apa keresett magának munkát, és nagyon-nagyon gyorsan egy-két nap alatt talált is, és már munkába is állt egy középiskolában, a kórháztól, hát nem tudom, még abban a kerületben, tehát nem volt talán... Mester utca. Mester utcában. 9. kerület. Igen. Igen, ide leírtam, azt hiszem az volt az iskola neve, ahol dolgoztál, Teleki Blanka közgazdasági szakközépiskola, úgyhogy apa ott dolgozott, elment oda, karbantartó. Akartam mondani, hogy minek vettek fel karbantartó? Igen, valami ilyesmi. Ebbe igazándiból szó szerint beletartozott, ha hiszetek, hanem jöttek a diákok, még azt is meg kellett csinálnom, nincs ezzel semmi baj, hiszen pénzért mentem, ha kell, még a WC-t is kitakarítom, tehát nem vagyok az a válogatós fajta. A diákok ott szépen az iskolán belül nem dohányozhattak, de képzeljétek el, az, hogy ő az iskolán kívül, a járdán eszívta a spanglik, vagy lepöckölte oda az iskola elé, a kutya nem foglalkozott vele az iskolának, ahhoz semmi köze nem volt, viszont utána nekem kellett kimenni, és minden reggel felsöpörnöm. De semmi baj, kimentem, és azt is megcsináltam. Igen, úgyhogy apa reggel 6-tól 2-ig dolgozott. De hát nyilván egy szemétláda köcsög vagyok, aki csak videózta Nílát, ugye? Hátradőlve, élvezkedve, ugye? Nagyon szépen köszönöm az e-maileket. Mindegy, ezeket általában most már, ha mégis belemegyek, mert nem tudom, milyen e-mailről van szó, ha el is olvasom, utána gyorsan kitörlöm, és tiltom az illetőt. Most már elég volt, és igenis, a mai napig is továbbra is azt mondom, hogy kőkeményen, ha kell, még bele is állok ezekbe, és igenis kiállok saját magunkért, ahogy az elmúlt 10 nem tudom én hány évben ezt kellett csinálnom végig, hiszen férfi vagyok, basszus. Na. Igen. És nem is akármilyen. Úgyhogy ezúton üzenem azoknak a trolloknak, vagy nem tudom, miket kell ezekre az emberekre mondani, ne bántsanak már minket, mert nem igaz, amiket írnak, hiszen most is halljátok. Tehát apa is reggel 6-tól 2-ig dolgozott. Ha kellett, közben elment és meg elintézte a bevásárlást, sietett nagyon-nagyon gyorsan, hogy visszaérjen a szállóra, hogy le tudjon fürödni, steril legyen, átjöjjön a transplantációs osztályra, ott ő is felvegye a steril ruháját, beöltözzön, és lecseréljen engem a boxban, mert ilyen férfi,
Nem mindenki teszi ám ezt meg, nagyon-nagyon sok nő anyuka egyedül van hagyva. Elmettem volna kurvázni is, meg elmettem volna kocsmába is. Elnézést kérek. De nem, apa ilyen volt. Szóval leváltott a boxba, és akkor én is ki tudtam menni. Elmentem mosdóba, elmentem lefürödni, átmentem ugye a szállóra, ahol ezeket elvégeztem. Vittem Nilácskának a kis szennyesét, és ugye a szállón belül volt egy mosoda részleg, ha éppen pont üres volt a mosógép, akkor én intéztem a mosást, ha nem, akkor csak oda volt készítve benn a szobánkba, hogy Zolinak mit kell, tessék, ezt is. Férfiként ő neki kellett mosni, a szárítógépet használni, aztán összehajtogatni, és amikor mivel egy nap nem csak egyszer jött be hozzánk, utána majd visszahozni neki ezeket a tiszta ruhákat, odarakni Nílának a kis asztalára, ahonnét majd a nővér elvitte, sterilizáltatta, és ha megvolt, visszarakták, és bevihettük a boxba. Szóval ezek nem kis dolgok, amire nagyon-nagyon oda kellett figyelni. Vasalnia minden, tehát ez így zajlott. Mert igenis, kell a szülő ahhoz, hogy a gyermeknek a megfelelő higiéniás előírásokat biztosítsa. És ugye ilyenkor megpróbáltuk azt, hogyha Nílának, ugye már elmondtuk nektek, hogy ahogy elkezdték ezt a nagyon-nagyon erős kemoterápiát, nem evett, nem ivott, de azért mi próbálkoztunk vele, és ilyenkor, amikor átmentem a szállóra, akkor próbáltunk neki valami kis ételt kitalálni, minél gyorsabban elkészíteni, és ugye hát, hogyha mire visszaérünk, még azt mondja, hogy esetleg belekanalazna abba az ételbe. Persze, hiszen az, hogy valaki mesterségesen van táplálva, ahogyan Nila is, az nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk, és nem kell azzal foglalkozni, hogy a gyerek most eszik-e vagy sem. Infúzió formájában ugye megkapja ezt a folyékony kis tápanyagot, na de kutya kötelességünk azt is megtenni, hiszen az az érdekünk, hogy minél előbb leszoktassuk a gyermeket arról, hogy infúzión keresztül táplálják. Meg kell mindent tenni, minden nap azért, hogy egy kanál kis leves le tudjon nyelni. Holnap meg még egy kanállal, a harmadik nap meg már három kanállal, hogy ne azok keresztül táplálják folyamatosan. Hiszen az nagyon is baj, ha csak úgy táplálkozik valaki, és nagyon nagy károkat tud ott belül okozni, és mi ezt sem tudtuk, soha senki nem mondta el ezeknek a következményeit, és sajnos annak ellenére, hogy mindent megtettünk Nílánál, hogy folyamatosan egyen szilárd, vagy akár folyékony tápanyagot, amit külsőleg viszünk be, aki szájával, ugye, ott keresztül. Tehát nem is gondoltuk volna, sajnos annyira elhatalmasodott Nílán ez az egész, hosszú hónapokon keresztül, nem tudom most konkrétan, a következő videónál talán jobban össze tudunk készülni, hogy hány hónapon keresztül táplálták Nílán. Értitek, mit mondok? És ennek nagyon nagy következményei lettek negatív irányba. Majd ezt is meg fogjuk nektek említeni. Hogy és akkor még arra is próbáltunk figyelni, bocsánat, hát igen, megint visszakanyarodva a videóra, Nila Forever Smile YouTube csatornára, akkor igyekeztem x naponta, vagy nagyon maximum hetente egy videót valahogyan összekészíteni. Mert ha hiszitek, ha nem, még Nila is kíváncsi volt ezekre. Rengetegszer elmondtuk azt, hogy amikor például Pécsen voltunk, és mentem vissza a kórházba, akkor Nila kérdezte is, hogy na apu, összetudtál-e gyúrni egy videót? Nila akkor is fontosnak tartotta a kis csatornáját, hogyha nem mondjuk azt, hogy játékokról volt szó, hanem éppen a betegségének a bemutatása, de akkor is fontosnak tartotta azt, hogy az is meg legyen mutatva. Fel kell készülni mindenre. Nem tudsz felkészülni mindenre, de valahogy mégis rá kell állni arra az agyadnak, hogy mindent megcsinálj, és próbálj előre gondolkodni. Na, és nem tudom, hogy mit szerettem volna mondani. Igen, például ott az iskolában, ugye a dekkes kis csávok utáni söpörte, igen, az ember ezt is megcsinálja. És nagyon szépen köszönöm az iskolának is ezúton, megengedték, odaadták a wifi kódot. Így onnan az iskolából is, nem tudom hány kilométerre voltam a kórháztól,
esetenként szaggatott a felvétel, meg lehet, hogy nagyon nem is tudtunk videó formájában beszélgetni egymással, de próbáltunk hangüzeneteket hagyni egymásnak, vagy csináltam egy-egy fotót, elküldtem nekik, vagy ti küldtétek el nekem, tehát még ott is folyamatos kapcsolatban voltunk. Ahogyan például a szállón is, hogyha cseréltük egymást, igen, akkor is folyamatosan, majdhogy nem végig be volt kapcsolva a telefon. Jó, nem 100%-osan, de az anyukák azok biztos tudják, a gyermekes anyukák, amikor azt szokták mondani, hogy a seggemben van a gyerek, még a WC-re is a gyerekkel megyek. Igen. Anyukák ezt biztos megértik, ezt tudják, ezt nem kell mondani anyukáknak, ugye? Na, szóval, és ugye képzeljétek el, hogy ugye amikor így elkészültem én ugye a szállón való dolgokkal, vissza a boxba, és újból volt a csere, hogy apa kijön, én bemegyek. De én észrevettem valamit, és mondtam Zolinak, hogy képzelj el, hogy a szembe lévő boxba, amikor átlátok, én látom azt, hogy... Tudom, miről van szó. Emlékszel? Igen, hogy ott két szülő volt bent a boxban. Kettő. És hogy nézte az időt, a kis rakós nő oda néz. Igen. Hogy milyen sokáig vannak benne kette. Mi meg, ugye felfordul ilyenkor az életed. Ebben az időszakban meg úgy nem találkozol konkrétan, tehát hogy a másikkal érintkez, vagy hogy értitek, mit akarok mondani? Vagy hogy csak beszélj vele így szemtől szemben, igen, hogy egy hiszen van, vagy kint ül a boxon kívül, vagy a szállón van, és csak telefonon keresztül tudtok, de tényleg a személyes érintkezés ugye nincs, amire azért szükség van. Úgyhogy nagyon ügyes volt Hajni, mert látta, hogy ott anyuka és apuka is bent van. Együtt vannak bent hárman. Na hát akkor ezen mi is elgondolkodtunk, mert nekünk az elején azt mondták, hogy nem lehetünk bent a boxban hárman. Aztán a szállón én pont találkoztam az adott édesanyukával, és megkérdeztem, hogy náluk ez hogy működik, és azt mondták, hogy ők, amikor ilyenkor leváltják egymást a szülők, bent lehetnek egy fél órát. Megbeszélhetik az aznapi dolgaikat, mi történt veled, hello, szia, Mizu, hogy vagytok, és a többi. Ó, mondom, hát ez nagyon frankó. Úgyhogy visszamentünk, vagy én mentem vissza, vagy te kérdezted meg, már nem tudom, újra elkezdtünk beszélgetni a nővérekkel, hogy akkor ezt hogyan, miképp, és azt mondták, ja igen, hát hogyha igénylik, akkor persze, fél óra maximum ilyenkor váltásnál. Ó, mondom, köszönjük szépen. Az elején persze mindennél bepróbálkoztak nálunk, hogy nem, ez sem lehet, az sem lehet. Igen. Na hát, úgyhogy nagyon örültünk annak, utána pedig mi is úgy csináltuk, amikor mondjuk Hajni visszajött a szállóról, megfürdött kaját, ilyesmi, és amikor lecseréltük egymást újra, akkor ugye bejött Hajni, vagy én mentem be, teljesen mindegy, hogyan, és akkor bent tartózkodtunk egy jó fél órát. És ennek Nila nagyon örült. Ott hárman voltunk egy légtérben, igaz, be voltunk költözve, olyanok voltunk, mintha éppen műteni indultunk volna, de akkor is együtt voltunk. És látszott Milán is, hogy ez neki jó érzés. Lehet, hogy akkor is ugyanúgy feküdt, és nagyon rosszul érezte magát, mert fájdalmai voltak, de igenis jó volt neki, hogy együtt voltunk, ebben biztos vagyok. Hiszen a gyermeknek is az ad erőt. Együtt van a család, nem? Így van. Jóban, rosszban, betegségben, mindenhogyan. Így van. Úgyhogy ilyenkor akkor visszamentem, bementünk együtt fél órára, apa kiment vissza a szállóra, elvégezte azokat a dolgokat, amiket én nekem pont nem sikerült. Mosás, szárítás, vasalás, igen, összekészülés. Mert ez azért úgy működik, hogy nem csak mi vagyunk a szálló. Így van, egyetlen egy mosógép van. Nem tudom, hogy akkor volt-e szállítógép, volt a szállítógép, vagy később igen. Jött, vagy hogyan volt. Na mindegy, tehát nem, az a lényeg, hogy egy-egy eszköz mi. Van, és hát nyilván több családok is vannak. Igen. Ugye azt mondtam, hogy 4 box per... Az osztály. Egy fő, igen, tehát 4 gyermek a boxban, de az csak a box. A szállón még több család volt, attól függ, hogy ki hova ment, vagy milyen kezelésre jött, értitek, mit mondok? És ha éppen foglalt volt az a mosógép, akkor nyilván nem tudtad használni. Úgyhogy akkor például, ahogy te is mondtad, hogy akkor később mostunk ki, vagy valami. Persze arra is kellett figyelni, hogy nyilván szállón azért össze vannak zsúfolva az emberek, hogy hát ne is zavard a másikat. Tehát este 10 órakor már nem tudtam elindítani a mosógépet, mert nem is mertem volna elindítani a mosógépet, hogy hát hangos, és akkor megzavarom a másikat, aki nem tud éppen aludni.
Igen, meg ugye itt megint csak arra tudok visszatérni, hogy hát köszönjük szépen, apa, hogy te ott voltál velünk, és ebben segítkeztél. Nem kell köszönni. Hiszen vannak tényleg olyan szülők, akiknek nincs segítségük, és őket mondjuk azt, hogy még előnyben is részesítettük, hiszen ő akkor tudja ezt tényleg csak elvégezni, amikor kimegy a boxból, nekünk pedig ott volt apa, aki ott volt a szállon, és akkor így tényleg időben arra figyeltünk, hogy ha ő akkor megy ki, akkor végezze el nyugodtan ő ezt a kis teendőjét, majd akkor inkább mi toljuk el ezeket a dolgokat. És szeretném azt is elmondani, hogy ha már itt tartunk, utólag azt is szeretném megköszönni az iskolának, szerintem elárulhatom, nem lesz ebből semmi probléma, nagyon kedvesek voltak mindvégig, noha rövid időszakot voltam ott, talán csak pár hetet, erről majd fogunk beszélni, mert munkát váltottam, kerestem mást, ugyanis annyira leterhelő volt ez az egész, hogy az égvilágon semmi időm nem volt. Át kellett ezt gondolnunk Hajnival, hogy akkor hogyan kéne másképp dolgozni, erről fogunk a későbbiekben beszélgetni, úgyhogy váltottam, és egész éjjel dolgoztam, hogy még többet tudjak Nila mellett lenni, mert sajnos Nila olyan állapotba került, hogy nem tudtuk, hogy akkor mi lesz holnap. Tehát azt akarom megköszönni az iskolának, utólag is, hogy nem volt pesti lakcímünk. Na most egy pesti munkavállaláshoz nekem azt mondták ott fent, el kellett mennem mindenféle hivatalba, munkaügyre, meg nem tudom én hova, mert kellett volna valamilyen pesti lakcím, vagy legalábbis, hogy mondják, nem állandó lakcím, hanem ideiglenes, igen, tartózkodási hely, vagy valami. Hát ugye azunk nem volt, és mégis azt mondta az iskola, kiskapu, teljesen törvényes, legális, nincs ezzel semmi baj, kicsit furcsa, de ha az egyén úgy gondolja, hogy bevállalja, és végzi a munkáját, nincs ezzel semmi probléma, mégpedig az, hogy hát nyilván a régebbi lakcímünkön voltam, úgymond bejelentve, ami ugye oda-vissza 500 kilométer. Na most azt mondta az iskola, ha én azt bevállalom, hogy minden nap 500 kilométert levezetek, bárhogyan hajóval, repülővel, autóval, villamossal, bármivel, teljesen de a biciklivel, ahhoz senkinek semmi köze, fel tudnak venni dolgozni. Úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönöm, hogy ennek ellenére nem küldtek el a fenébe, meghallgatták, hogy ki vagyok, onnan jöttem, miért vagyok itt, mit szeretnék csinálni, miért szeretnék pénzt keresni, és elmondták akkor mi, hogyan, stb. És felvettek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Igen. Úgyhogy és vannak a világon olyan emberek, bocsánat, akikben igenis van empátia. Igen, ezt akartam én is mondani, hogy mindenkinek köszönjük, aki segítkezett abban, hogy tényleg mi is ezt így tudtuk kezelni, így együtt tudtunk ott fönt lenni Budapesten hárman, és tényleg hatalmas segítség volt az, hogy nem egyedül voltam ott Nírával, hanem ott volt apa is. És ugye, ahogy mondtuk nektek, hogy még este is, hogyha kellett, illetve ha nem kellett volna, és esetleg én már kimostam, vagy elő volt készülve, akkor is apa újból visszajött, ja, igen, próbáltunk. Hát igen. A napi rutinnál vagyunk, bocsánat, igen. Igen, tehát ez azt jelenti, hogy akkor délután leváltottuk egymást, igen. Utána jöttél, elhúztuk az időt kicsit bent a boxban, utána onnan kiültem a box elé, úgy beszélgettünk, stb. Onnan visszamentem a szállóra, ami elmaradt, azt megcsináltam. Hát ugye akkor valami kis ennivalót is kellett csinálni, ugye másnap ment az ember dolgozni, nem kell nagy dolgokra gondolni, vettem két darab zsemlét, megvajaztam, mit tudom én, tehát ilyenkor nagyon te sem figyelsz a kajára, főleg, hogyha a gyermeket sem eszi. És utána is ugye szerkesztettem mondjuk videót, és ha hiszitek, ha nem, mit tudom, lenyomtam pár fekvőtámaszt, vagy vödörbe tettem, most ha hiszitek, ha nem, tehát vizes flakonokat, és akkor úgy edzettem, vagy valamit, tehát kis súlyokat is kitaláltam magamnak, hogy nyilván azért az ember valahogyan fizikálisan is, nem azt mondom, hogy rendben leszem, mert nem leszel rendben, de na, tehát nem tudsz mit csinálni. Csinálod a dolgokat, mert muszáj, ennyi. És akkor utána megint visszamentem, és azt hiszem, hogy én 10 óráig, este 10 óráig lehettem ott a box igen. előtt, és akkor 10 órakor, ha jól emlékszem, kb. 10 órakor feküdtünk le, úgyhogy akkor Hajni Nila bent a boxban, én visszamentem este 10 órakor a szállóra, akkor telefonon keresztül elköszöntünk egymástól, és akkor megpróbáltunk lefeküdni, aludni. Még akkor is, ha ilyenkor nem tudsz aludni, csak forgolódsz, de úgymond jó éjszakát kívántunk egymásnak. Igen. És akkor másnap kezdődött minden előről.
És amit ugye még itt elmondtam, hogy reggel 5:30 körül indult ugye az első mérés, ugye ezt nem tettem hozzá, hogy ezek a mérések fél óránként zajlottak, tehát fél óránként ugyanúgy minden alkalommal visszatettük a vérnyomásmérőt, pulzoximérőt, lázmérőt. Tehát ez nem csak napi egyszer történt, hanem akkor napi 20 fél óránként, akkor óránként 20. kétszer, hát akkor egy nap vagy 48-szor, mert esetleg éjjel is meg kellett ezt csinálni. Igen. Úgyhogy ezt szerettük volna elmesélni nektek, hogy azok... Igen, azt akartam mondani, hogy nagyon jó ötlet volt, hogy beszéljünk a napi rutinról, mert megmondom őszintén, hogy nekem ez nem jutott eszembe. És igen, hogy így, hogy leültünk, elkezdtünk erről beszélgetni, rengeteg minden jut az ember eszébe, úgyhogy ez nagyon jó ötlet volt. Na, igen. Hosszú is lett, bocsánat, ugye, amikor leültünk, akkor ugye mondtuk Zolival, hogy hát itt gyorsan elmondjuk, hogy mi volt egy napunk, és ezt gyorsan lezongorázzuk, vagy hogyan, gyorsan elmondjuk nektek, és ugye tényleg úgy van, amikor ide leülünk, akkor az ember teljesen át szellemül mondjuk ezt, és ugye jönnek sorra-sorra a dolgok, és jóval hosszabb és több minden mondani valunk van, mint amit első körben leírtunk akár kis-kis pipával. De fontos ezekről is beszélni. Igen, és ahogy mondtuk nektek, hogy talán lehet, mivel annak idején, megmondjuk őszintén, ugye Pécsen a gyermekonkológián nem kaptunk semmilyen felvilágosítást, hogy mi vár ránk Budapesten, úgyhogy bennünk volt az is, hogy hát, hogyha ez a videó is segítség azoknak, akik még transzplantáció előtt állnak a gyermekükkel, és akár ők is ilyetten vannak bent a kórházban, és próbálnak arra gondolni, hogy mi lesz, hogyha ők oda felkerülnek. Ezt tudod miért jó, hogy ezt is megemlítetted? Amikor anno úgy volt, hogy mi is fel fogunk kerülni a transzplantációs osztályra Budapestre, egyetlen egy videót sem találtunk arra, hogy konkrétan mi ez a transzplantáció, hogyan fog zajlani, hova fogunk menni. Pécsen csak annyit mondtak, hogy bekerülünk egy boxba, egy dobozba, el lesz zárva Nilla a külvilágtól, ennyi. És igen, semmilyen információt nem igazán tudtunk összebogarászni. Össze-vissza próbáltuk nézni a Google-t. És anno is, amikor csináltuk a boxos videókat, igen, akikkel most éppen kapcsolatban vagyunk, szülőkkel, anyukákkal, ők is mondták azt, hogy már ez is segítség számukra, mert el tudják képzelni, hogy mi ez az egész. Értitek, igen, mit mondok? És a mostani videók is, vannak ugye szülők, akiktől pozitív visszajelzéseket is szoktunk kapni, nem csak ugye negatívat, ugye sok trolltól, hogy elmondják azt, hogy ez is jó, hogy részletesen be van mutatva, hiszen sajnos, ha hiszitek, hanem minden nap vannak beteg gyermekek, akik sajnos oda fognak kerülni. Igen. Úgyhogy tényleg ez volt a célunk, hogy legyen tényleg akár a szülőknek egy olyan segítség, és nem csak a szülőknek, hanem a gyermekeknek is, mert ugye nálunk is az volt, hogy igenis Nílát is érdekelte ez az egész, és vannak gyerekek, akiket ugyanúgy érdekel, mint Nílát is. Persze, hogy hiszen rajtuk keresztül megy végez az egész. Így van. Tehát az, hogy te szülőként ott vagy, az, bocsánat, hogy ezt mondom, de csak egy dolog, és mi szülőként csak segítők vagyunk, és a gyermekeknek kell ezt az egészet megélni, testileg, lelkileg, fizikailag, fájdalmas közepette, és tényleg, ahogy elmondtuk nektek, hogy nem értjük, hogy ezt az első napját miért kellett Nílának lelkileg úgy legyötörni, amikor tényleg erre is utána egy kéréssel volt arra lehetőség, hogy ott maradjunk mellette éjjel is. Most nem akarok ebbe is beleroddítani, hát nyilván nem vettünk elő borítékot, hajni, de tudom, ezt most hagyjuk is, szóval na, elmondtuk a napi rutin. Így van. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy a mai videónkat is végignéztétek, várjuk kommentjeiteket, hozzászólásaitokat. Sziasztok! Én Hajni voltam. Én pedig Szász Zoltán. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok. Sziasztok! Sziasztok!